április 29-én zárul a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez, április 30-án pedig az ültetvénytelepítési támogatáshoz benyújtható pályázatok elbírálásának első szakasza. Így hamarosan megkezdődik az igénylések feldolgozása és a rendelkezésre álló forrás kiosztása. Mind a két pályázat esetében a termelőknek nem kell megérniük, mert nem csak ez az egy alkalom van a pályázatok beadására, mindaddig folyamatosan lehet a pályázatokat beadni, amíg a keret ki nem merül. Az ültetvénykorszerűsítésre 19 milliárd, míg a kisüzemek támogatására 14 milliárd forint áll rendelkezésre országos szinten. A kertészetek korszerűsítése azt jelenti, hogy az ültetvények felújításához, fajta szerkezeti frissítéséhez, valamint kerítésépítéshez is lehet támogatást igényelni. Emellett az öntözés kialakítására is van forrás a pályázatban. A kisüzemek fejlesztése a fejlődőképes, kisméretű termelők jövedelem szerzését segíti elő, vállalkozásonként megközelítőleg 4,5 millió forintos fejlesztési költségkerettel. Akik a tavalyi év során minimum egy 3 és 6 ezer euró esti standard termelési értéke rendelkező gazdasággal rendelkeztek, ami körülbelül egy 4 EU mérs gazdaságnak felel meg, hogy magyarul beszéljek, egy ilyen 4-8 hektáros gazdasággal rendelkeznek, aminek a gazdaság, amely gazdaság nem feltétlenül éri el azt a versenyképes hatékonyságot, aminek egy üzemnek el kéne érni. És ennek a támogatásnak pont az a lényege, hogy a támogatás elnyerése és a beruházások elvégzése után váljanak versenyképes gazdaságokká. Hernád Kíbolya elmondta, ebben a kiírásban szinte bármire lehet pályázni, ami a vállalkozásokat versenyképessé teszi. Kiemelten a feldolgozást, valamint a kézműves termékek előállítását támogatják, így leginkább a kertészetek és az állattartó vállalkozások számíthatnak forrásra.